És üdvözlök mindenkit a következő mentoring programos interjúban. Mai alanyom Alex lesz, akivel 2021. októberében kezdtünk el együtt dolgozni, már viszonylag régebb óta. Mutatkozz be egy picit, Alex. Csikán Alex vagyok, 17 éves, amikor Bencével elkezdtük ezt a programot, akkor őszintén nem tudtam, hogy mire számítsak. Nem tudtam, hogy mire számítsak. Ugye 2021 végén nem voltam még nagyon tisztában az edzésekkel, de most ez biztos, hogy egy kicsit megváltoztatta az életemet és a gondolkodásomat. Köszönöm szépen. Mesélj egy picit arról, hogy annó, amikor a programba belevágtál, így mi volt a háttérsztori valamilyen szinten, hogy mi volt a motiváció arra, hogy elkezdjél edzeni, hogy mi volt a mögött a tartalom. Igen, hát amikor ezt ugye felfedeztünk téged, akkor ugye az úgy történt, hogy nekem volt, én fociztam ezelőtt, tehát nekem volt nagyon sok problémám, hogy miért nem folytathattam a focit. A legnagyobb az iskola volt, ugye, mert rengeteget kellett tanulnom, kell is, meg általában 4-kor végzek minden nap, és így megtalálkoztam online ezzel az ajánlattal, és gondoltam, hogy ez nem tudok úgy sem menni sehova, és ez egy ilyen online mentoring program, ez egy tökéletes lehetőség a számomra. Ja, gondolom akkor az volt a helyzet, hogy a focit ugye nem tudtad folytatni, de magát a mozgást, hogy a sportot azt szeretted volna Igen, folytatni. És akkor az muszáj volt, az nem volt olyan opció, hogy ezt nem folytatom. ilyen alternatívaként jött a képbe ez az edzés típus. Igen. És akkor neked gondolom így kényelmesebb volt, hogy ő nem kell mondjuk elrohangálni jobbra-balra, suli után, meg ilyenek, és Igen, akkor nem nincs is lett volna időm, igen. jó, királyság. Az elején egyébként, amit Alexnak az együttműködéséről tudnunk kell, vagy tudni érdemes, hogy így az első, tehát hogy onnan indultunk igazából, hogy tényleg fekvőtámaszt tanultunk meg az elejétől, tényleg mindent így a nulláról kezdtünk el fölépíteni, és én azt gondolom amúgy, majd erről te is nyilatkozz, hogy szerintem a 2022-es év vége és a 23-as év eleje volt az, ahol egy a picit így komolyabban kezdted venni az egészet, meg te is egy picit úgy érzem, hogy talán felnőtt, vagy így érettebb lettél, te is többet kommunikáltál velem, többet tudtunk úgymond az edzéseidről hatékonyabban kommunikálni. Viszont az elmúlt pár év is egyébként abszolút hatékony volt, mert azokat a célokat, amiket az alapgyakorlatokkal kapcsolatban kitűztünk, azok egyébként beértek ugye 2022-ig, de hogy így 22 után 23-ban volt az, amikor azt éreztem, hogy így a tavalyi év ez egy nagyobb fejlődés volt így számodra. Ez nálad így hogyan nézett ki, hogy mik voltak így az életedben akkor, vagy te ezt így hogy érzed? Én ezt így érzem, például, Így hogy van. mikor kezdtél. Egyébként jól mondod, mert pont akkoriban kezdtem ezt valóban komolyan venni, és akkor jöttem rá, hogy ez valóban mennyire komoly dolog, és hogy jönnek egyre a kihívások, újabb és újabb, ami valóban egyre komolyabb volt, és ez lehetett az oka, hogy akkor ébredtem fel igazán, hogy miről van itt szó igazából. Az az igazság, hogy ugye a múlt héten sikerült a 3x7 tolózkodás, ami még én is meglepődtem, mert ennyi sose sikerült még eddig. Szóval most meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz, menni fog vagy nem. Meg igazából, amikor az ember elkezd tudod így eredményeket is észrevenni, még ahhoz képest, hogy addig mit csinált, meg mire volt képest, akkor ugye még nagyobb ilyen motiváció lesz benne, és akkor látja azt, hogy mindig lehet hol fejlődni. És nálad ugye egy 22 felé már azért megvoltak az alapgyakorlatok, az ugye húzóckodás, tolódkodás, egy-két ismétlés már be tudtuk ugye csinálni, ezt tudtuk rakni. Nyilván ott azért az első év az egy picit ilyen beleszokós volt a te részedből is, hogy azért nyilván 15 éves vagy, suliba jár, csinálod a dolgaidat, hogy jól tudom, a zenész is. És akkor ugye először ezeket így összeegyeztet. Az első év az szerintem ilyen összeszokás volt a részünkről, és olyan a 22-es év az, amikor már elkezdtek így belendülni, és a 23-as év volt, szerintem ebben az évben volt az, amikor egy nagyobb áttörés volt. Így már fizikumban is egyébként, tehát én azt látom. Majd erről azért kicsit mesélj, picit, hogy így hogy érzed jelenleg magad egyébként. Mármint fizikailag, Ha meg fizikai úgy szem. általánosabb a Hát VB-ben. igen, tehát ugye én egy soványabb alkatú voltam azért.
Tehát én egy vékonyabb alkat voltam, és egyébként akkoriban, amikor ezt elkezdtem, és elkezdtem komolyabban is, akkor még nem volt nekem problémám azzal, hogy kinézek. Úgy, ahogy elkezdtem edzeni, ahogy edzegettem, úgy nekem jöttek a kételyek, jöttek a problémák, hogy én nem akarok így kinézni, nem nézek ki jól, ezért nyomtam egyre jobban az edzéseket, és csináltam az edzéseket. És mostanra már azt el tudom mondani, hogy még mindig nem vagyok megelégedve magammal, 100%-ba, sőt 80-ba se, de most már inkább úgy kezelem az edzést, mint egyfajta mentális kihívás. Tehát mentális kihívás, mert ugye egy idő után, amikor az edzésbe, főleg az ilyen edzésekbe elmélyül az ember, akkor egy idő után mentális kihívássá válik, és nem fizikai. Szóval, Ez egy tök jó dolog egyébként, mert ezzel építed a karakteredet, és ilyen idősen ez egy tök fontos dolog igen. szerintem, mert ezeket hosszú távon tudod kamatoztatni. Arra viszont amúgy Igen. szeretem sokszor felhívni a figyelmet, hogy az, hogy hogyan nézel ki, az egy nagyon fontos dolog persze az első benyomás szempontjából, de valójában amit te is mondtad, ez a mentális munka, meg ez a mentális háttér, hogy te bizonyítasz magadnak, ez ad egy alapvető önbizalmi karakterisztikát, amit utána tovább tudsz építeni majd később. De nyilván ezek alapdolgok azért, mert valaki kurva jól néz ki, lehet, hogy lesz már szólítani egy csajt, vagy lehet, hogy attól függetlenül ugyanolyan shy személyiség. De hát ezek fontos dolgok, hogy ezeket tisztázzuk, hogy igazából a fizikum az önmagában nem old meg mondjuk ilyen problémákat. De Persze, ez nyilván így van, ez így te van. is egy olyan időszakodban voltál egyébként, amikor ez elkezd megjelenni az emberben, hogy jaj, nem eléggé nézek ki jól, nem úgy nézek ki, ahogy. Amikor ugye tiniként elkezdesz érni, azért elkezded összehasonlítgatni magadat a korosztályodban másokkal, meg ilyenek, meg látod most igazából manapság az egyik ilyen legnagyobb distraction, vagy ilyen elterülő figyelem, és ilyen figyelem elterülő tényező az életben, az nyilván social media, ahol látsz mindent, mindenki mond mindent, mindenki mutatja azokat a tökéletes oldalait, amik ugye nyilván valamilyen szinten illúziókeltőek. Sok szempont, most nem megyek ebbe bele, mert ez nyilvánvaló, de hogy Igen. ezek nagyon sokszor befolyásolják főképpen egyébként a fiataloknak az identitását. És szerintem, hogyha te nem egy ilyen kompenzációként éled meg, hanem úgy éled meg ezt, hogy ez egy tök fontos dolog abból a szempontból, hogy te hosszú távon ezt a munkamorált, ezt a jellemet, ezt tud kamatoztatni az élet más területén. Az, hogy akár a kapcsolataidban konzisztens vagy. Ha megígérsz valamit mondjuk a párodnak, barátaidnak, akkor ahhoz tartod magad, teszel a kapcsolataidért, teszel azért, hogy a körülötted lévő dolgok azok egybe legyenek. És szerintem fiataloknak az edzés ezt tanítja meg, hogy ezért tanulság szerintem. Igen. Ezért egy nagyon jó dolog egyébként. Ez Kíváncsi egyetértek. vagyok egyébként, hogy te azt hogy élted meg, hogy így megjelentek benned ezek az érzések, hogy edzel, de hogy jaj, most amúgy eddig nem volt problémám magammal, de már nem nézek ki egész jól. Vagy ezik, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy ezek így honnan jöttek, vagy miből Hát fakadtak. ugye nálam ez úgy kezdődött, hogy arra gondoltam, hogy amennyi munkát belerakok, jobban kéne kinézek fizikailag. Én úgy éreztem. Na most, aztán a megoldás az végül is ugye az volt, hogy az a probléma, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy mit eszünk ugye ilyenkorban. Mert hogyha szemetet eszünk egész végig, akkor tök mindegy, mennyit edzünk. Szóval nagyon oda kell figyelni ezekre, és oda kell figyelni a közösségi médiára is egyébként, mert az nagyon le tudja szívni az embernek az agyát, a gondolkodását, meg tudja változtatni a személyiségét az embernek is, ami nagyon veszélyes lehet egyébként hosszú távon is, és az inkább az ember saját magára kéne koncentráljon elsősorban, nem arra, hogy mások hogy néznek, hogy mások jobban teljesítenek, vagy bármi ilyesmi, hanem tényleg arra kell odafigyelni, hogy saját maga a főcél, és saját magát kell leküzdeni csak, mert az lesz a legnagyobb ellenfele úgyis az életben, saját maga. Szóval én erre, amikor rájöttem, és így az volt a problémám, hogy hát nem eszek túl jól, nem nézek ki túl jól, akkor kezdtem el változtatni az étrendemen, és hát még most is fejlődésben vagyok, az biztos, tehát még most is igyekszek minél jobban étkezni, minél jobban edzeni, és minél
egészséges életmódot folytatni. Abszolút, le a kalappal ezért egyébként, hogy mondjuk ennyi idősen már ezekre külön figyelsz, mert pont amit elmondtál a social médiával kapcsolatban, hogyha belegondolsz, hogy az ember, aki mondjuk folyamatosan ezeket az embereket meg másokat nézi, addig az idejét azzal tölti, hogy ugye más után sóvárog, ahelyett, hogy mondjuk ő azt csinálna, amit ő szeretne megvalósítani, vagy amit szeretne elérni. Tehát igazából itt az idő, energia, meg a fókusznak a priorizálása, bármilyen korosztályról van szó, az nem megfelelő, mert nem a cselekvésre irányul, hanem arra, hogy jaj, milyen lenne, vagy ez milyen jó, meg oly milyen jó, stb. És ez egy ilyen destruktív jelleg, és ezekről fontos beszélni, és tök, hogy amúgy ezekről te már ennyi idősen így gondolkodsz, és ezeket így észreveszed, hogy ennek milyen befolyása van egyébként. Na jó, és hol tartunk most? Mesélj egy picit erről. Hát most, hát nekem ugye most tegnap jött az új edzéstervem, de hogy így most úgy érzem, hogy megpróbálok minden edzésen beleadni maximumot, tehát hogy az a legfontosabb, hogy egy héten mondjuk háromszor, vagy négyszer edzek, de akkor is bármikor, amikor edzek, mert mondjuk egy óra, mondjuk azt, hogy egy óra, lehet kicsit több néha, de mondjuk ezt, hogy egy óra, és szerintem egy hétben 3 óra, full koncentráció, full erőbevitel, az szükséges, és meg is hozza a gyümölcsét egy idő után, szóval ez most ott tartok, hogy próbálom fejleszteni magam minél jobban, tehát ahogy csak lehet, azon vagyok, hogy meglegyek magammal elégedve, így a nap végén úgy higgyek le, hogy na, meg vagyok elégedve Hogy magammal. megcsináltad Szóval azt, amit elvársz magadtól. így van. És amúgy ez egy nagyon jó dolog, mert amúgy Alexról azt kell tudni, hogy neki egyébként otthon a kertben van egy ilyen összeszerelt, vagy összeépített kis kondipar. Tehát ő a télen is a mínusz X fokba megy ki, ott csinálja a dupla bemelegítését kb. Dupla öltözetbe, és kint csinálja az edzéseknek a nagy részét. Bent persze van egy-két gyakorlat, amit már bent csinál meg. Az edzések nagy része az kint megy. És alázatosan csinálja végig. A karácsony időszakban is küldte végig ugye a videókat, amikor én egyébként pont, hogy az edzés keretén belül mondjuk inkább pihentem. Alex azt csinálta végig most ezeket a dolgokat. Nekem a karácsony időszakban most volt egy három edzésem, összvisz. Nekem erre szükségem volt, de Alex kint csinálta végig ezeket a dolgokat, és úgy is küldte. Szerintem ez egy nagyon becsületre méltó dolog. Nekem is volt ilyen időszakom azért, de ez egy tök jó irány, mert nagyon sokat fogsz fejlődni fejben egyébként, hogy ez egy tök Igen, jó hát én irány. ugye ez is úgy állok hozzá, hogy amikor kimegyek edzeni télen, esik a hóeső, mocsár, meg minden, akkor az nekem valóban inkább mentális, mint fizikai megerőltetés, mert háromkor, fél négykor már sötét van, tehát senkinek nincs kedve fél négykor kimenni. Amikor meg nyáron, az már inkább fizikai, mert ott a nyár az süt a nap, Hát kellemesebb egész azért nap kimenni. Igen, mert világos van, igen. belegondolsz, ha az ember megtanul ilyen ocsortány időszakokban is kimenni edzeni, meg összerakni a dolgait, akkor mennyivel egyszerűbb egyébként a nyári tavaszi időszakba kijárni, amikor már amúgy meg is jön még a kedved is. És akkor igazából Igen. ez kettőz egy tök jó dolog egyébként, mert még inkább mélyül az a szokás, amit ugye az edzésedbe beleraksz. Mert nálad egyébként ez volt a kihívás az elején, hogy nem feltétlen voltál mindig konzisztens az edzésekkel, viszont tényleg az elmúlt egy, tehát a 23-as évben nagyon meg vagy dicsérve, mert nagyon odapakoltad magad, és szerintem óriásit fejlődtél, és ez most még igazából a kezdet, mert hogyha ezeket tudod tovább tolni ezzel a mentalitással, akkor igazából határa csillagoség, és büszke vagyok arra, amit összeraktál egyébként mind erőnlétben, mind fizikumban is. Most már azért a húzódkodásra, a tolódkodásra is egy olyan ismétlés szemmel vagyunk, ami amúgy nagyon király. Amit még tudni kell Alexnál, hogy most elkezdtünk pár ilyen alapsúlyzós gyakorlatot is beépíteni az edzésbe. Ezek ilyen kiegészítő jellege vannak, mert nyilván Alexnek a központi cél ugye a súlyzós, és a nem súlyzós, és bocsánat, a fizikum formálás. Ezért nyilván most itt mindig el lehet dönteni azt, hogy mi az, ami a sajátos edzésen belül is ilyen érdeklődési kör. Ha valaki akar XY gyakorlatot megtanulni, akkor ő elmegy abba az irányba, hogyha már jók az alap gyakorlatai. Ha valaki fizikumot akar formálni, akkor ott nézzük mindig azt, hogy hogyan lehet legeffektívebben fejlődni. És Alexnak volt a kettő kéz is úgy, és akkor ezekkel végzünk kiegészítő gyakorlatokat, a húzódkodás, a lódkodás,
meg a lábemelések mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekkel jól haladunk, majd fogok bevágdosni a videókat, hogy hol tartasz erőnlétben, meg ilyenek. Úgyhogy, ja, ezeket így jó így összefoglalni ezért. És mi az, ami így egyébként a hétköznapokban, vagy hogyan néz ki most jelenleg a hétköznapot? Tehát mit csinálsz, hogyan tudod beilleszteni így az edzéseidet egyébként, vagy hogyan tudod összerakni a dolgokat, mert azt tudom amúgy, hogy eléggé sok mindent csinálsz így viszont. Igen, hát ugye ez a tipikus arra van időd, amire szeretnéd, tehát egy héten 3 óra szerintem nem olyan sok, azt meg lehet oldani bármilyen, szinte még úgy is, hogy ugye én az iskolában 4-kor szoktam végezni, hazaérek 5-re, ugye akkor hullafáradt vagyok már, de lepihenek egy kicsit, és akkor mondjuk egy negyed óra múlva elkezdem az edzést. Hát mindig elkezdeni a legnehezebb. Tehát mindig az a nehéz, hogy elkezdjük. Mert ha benne vagy, az már úgy kicsit egyszerűbb. De igen, elkezdem az edzést, mondjuk végzek ilyen 6-7 fele, és akkor gitározok is, mert gitározni is szoktam, szóval az is bele kell férjen a napba. Vannak nagyon zsúfolt napok, vannak szűkösebb napok, tehát ami nem olyan zsúfolt, és amikor már megtanultam azt, hogy hazaérek, és bármilyen fáradt vagyok, és egyáltalán nincsen kedvem, mert ha a kedv szerint edzenék, akkor egy hónapban mondjuk kétszer edzenék, azt is jobb időbe, de ez sajnos ez nem kedv kérdése. Szóval amikor ezt megtanultam, akkor jött ez a folyamatosság, ami egyébként talán az egyik legfontosabb dolog, a folyamatosság, ugye, az edzésben, és amúgy is. Tehát, hogy nagyon-nagyon zsúfoltak a napjaim, nagyon zsúfoltak a napjaim, de meg kell oldani, mert tényleg legalább így jobban be tudom, be lehet rendezni az idődet, jobban be tudom rendezni az idődet, én is jobban be tudom most, hogy így a folyamatosság már bennem van, főleg úgy, hogy 5-kor szoktam kelni egyébként, korábban fekszek le, és akkor felkelek 5-kor, és akkor úgy nekem az időmet úgy be tudom rendezni sokkal jobban. Szóval zsúfoltak a napja, de így néz ki. Tök jó. Tehát akkor igazából sulizol, tanulsz, zenélsz, meg edzel. Tehát azért ez egy Igen. eléggé húzós közök, de tök jó, hogy ezeket össze tudod priorizálni. Egyébként nyilván most itt ezt azért is hoztam fel, mert ez nagyon sokaknak probléma, hogy mondjuk itt van ez az újéves szituáció, és akkor ilyenkor mindenki így dobálom a fogadalmakat, mint valami shotgun üzemmód, és akkor itt mindent megcsinálok. De valójában az a helyzet, hogy az embereknek ott kéne kezdeni, hogy megnézzék azt, hogy milyen idő spektrumuk van, és azokat hogy lehet priorizálni, és majd Igen. ahhoz mérten kitűzni célokat, hogy na, ez nekem az első számú fókuszom most, akkor itt ilyen elvárásom van, nekem ez a másodszámú, ott ilyen elvárásom. Nem az, hogy akkor na, én akkor májusig 15 kilót lefogyok, és akkor utána meg visszahízok 48 kilót. Mert az vagy a felénél már abba vagy, vagy végcsinálj, és utána meg visszahízza az egészet. Tehát ezeket mindig priorizálni kell. Ez egy tök jó dolog, hogy nálad ez be van szépen osztva. Ez egy tök jó dolog, örülök. Jó van, Alex. Még egy ilyen záró kérdés. Kinek ajánlanád így a programot, hogyha te így most valakinek specifikusan mondnád, hogy ez egy jó dolog? Hát én specifikusan mindenkinek mondanám. Tehát ez nem reklám most, ezt komolyan mondom, hogy ez egy olyan dolog, hogy szerintem, hogyha valakinek nincs ideje edzeni, mert vagyis hogy úgy nincs ideje, hogy tényleg nagyon sok mindent csinál iskolán kívül, akkor ez azért egy tökéletes választás, mert hát végül is online meg lehet csinálni. Ott körülbelül ott, ahol szeretnéd, tényleg, hogyha van hozzá eszköz, de általában nem is kell hozzá annyi eszköz. Tehát én ezt mindenkinek ajánlom, főleg az ilyen tinédzser korszak körül, az ilyen, hát mondjuk 14-22 éveseknek, mert akkor fejlődsz ki teljesen, tehát az a fejlődésnek az életkora 14-22 között, és akkor a legfontosabb az ilyenekbe belemenni, és az ilyet csinálni. Szóval én ennek az életkornak ajánlanám így Jó. legjobban. Köszönöm. Jó. Még eszembe jutott egy kérdés közül egyébként, hogy így az együttműködés során
mi az, ami és hogy érzed, hogy mondjuk az az együttműködés, ahogy csinálunk, ahogy dolgozunk, amilyen rendszerben vagyunk, az mennyire hatékony számodra? Tehát mennyire tudod tartani ezt, hogy mondjuk videókat kell fölvenni, ezeket kell küldeni, ezek mennyire okoznak így nehézséget vagy kihívást? Illetve, hogy Igen, ha nincs választ ezekre, ezek mennyire segítenek? Ugye blokkolja nekem meg kellett tanuljam, ugye kicsit meg kell szokjam inkább, hogy videókra felvegyem, mert nem szoktam edzéseket videókra felvenni, de szerintem ez azért hatásos, meg hasznos, mert például, amikor elküldök neked egy edzést, levideózok egy edzést, és elküldöm neked, és akkor, ha nem is aznap, másnap, vagy egy 3 napon belül válaszolsz, és hogyha mondjuk nem értek valamit, nem valami nem jó, akkor például küldesz egy videót, amiben vagy te elmagyarázod, vagy bárki, ami amúgy egyébként nagyon, nagyon sokat segít, tehát ez tényleg olyan, mintha személyesen mondanád el, mert te küldöd a videót, te címzed, és te magyarázod, tehát igazából ez nem nagyon. Ezzel nem nagyon van kifogásom, szóval nekem beválik, nekem ez beválik, ez biztos. Jó, köszönöm szépen. Mert nyilván egyébként ezek a hibajavítós dolgok, ezek olyanok, hogyha valami olyan gyakorlat van, ami nem megy, mert mondjuk erőnlékbeli probléma van, akkor azokat a gyakorlatokat nyilván kell cserélni, nem pedig azt nem tudjuk még javítani, tehát az fel kell nőni. Ugye a Persze. húzódkodás, fekvőtámasz, meg ezeknek a megtanulásánál, akkor azért sok ilyen kis videózgatás volt, meg ott azon nagyon sokat Igen. foglalkoztunk. Most már egyébként ugye a alapgyakorlatoknál hát nem kell sokat javítani. Most a Dragon Flag-gel fogunk küzdködni, na majd Igen, azt majd azzal kell kíváncsi vagyok, foglalkozni azt egy kicsit. küldtél már vidit az edzésre, úgyhogy majd meg nem tudom, hogy most volt-e Dragon Flag. Majd azt szerintem, ja Ó, nem, ez nem tegnap. a mostani edzésem, most volt. Ó, tegnap az benne Akkor hagytad. meg is nézem, hogy az mi a helyzet. Most azzal küzdködünk, de hogy ezeket mindig össze tudjuk rakosgatni a 2-3 edzés kereteimből, és talán onnantól kezdve már tök jól megy a gyakorlat tovább. Jól van. Alex, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és részt vettél ebben az interjúban. További sok sikert kívánok neked, és folytatjuk a dolgokat igazából. Köszönöm. Hát, köszönöm szépen akkor. Minden jó, csöcsö. Minden jót. Szia.